változott minden. Te lettél a legféltettebb kincsem, vigyázok rád jobban, mint az életemre. Elkísérlek, hogyha kell, a végtelenbe. Ó, gyermekem, úgy szeretlek téged, bármikor én meghalnék, te érted. Ne félj, ígérem, soha el nem hagylak én, hisz te vagy nekem a nap, a hold, a fény. Angyalodként vigyázok te rád, míg élek, szívem örökké imád. Veled vagyok és veled maradok, ez minden, amit neked adhatok. Vigyázok rád, amíg csak élek, kicsi szív, kicsi lány,
és ha nagy csodákra vársz, kicsi szív, kicsi lány, ki az életembe annyi fényt hoztál, mikor lelked itt maradt egy éjszakán. Az égben született egy isteni áldomás. Azzal, hogy él, ez zengi néked, dicsélek én, dicsélek téged. Él, mert mind a művet azzal, hogy él, ez zengi néked, dicsérlek én, dicsérlek téged. Dicsér a föld, dicséri szent neved, mind jó anyánk, táplás ad eredet, virág, gyümölcs, zöld fűfa, hegyvidék, tó és folyó, síkság és büszke bész. Minden, mi él, csak téged hirdet, minden dicsér, mert mind a műved azzal, hogy él, ezzel mi néked. Dicsérlek én, dicsérlek téged. A nagy világ létének énekel, szavukra vár. Amen. Amen.
gondviselő Isten, eljössünk az örök hazára. Amen. Keresztség által saját életében részesíti az embert, gyermekévé fogadja és a mennyország örökösévé teszi. A kedves szülők is azért hozták el gyermeküket ide az Isten házába, hogy erre az Isten életre bíző és szentméletű világszülessen és Krisztus titokzatos testének az egyháznak szolgálatáért. Krisztus egyházának nevében kérdezem a szülőket, hogy mi a gyermekük neve. Lilian Erzsébet. Vanda Mária. Levente és Vanda. Mit kérnek a szülők gyermekük számára? A keresztséget. Kedves szülők nektek, akik gyermeketek számára a keresztséget kéritek, kötelességetek lesz ők úgy nevelni, ahogyan Krisztus Urunk tanította. Ez összefoglalható úgy, hogy szeressék és embertársai, oly módon, ahogyan erre az üdvözítő Jézus nekünk példát adott, és ezzel igazán gyermekünk javát fogják előmozdítani, hiszen a szülők abban érdekeltek, hogy semmiben ne szenvedjen hiányt a gyermekük. Hát hogyha ilyen körültekintőek, hogy gyermeküknek mindent meg akarnak adni, akkor ebből a mindenből ne maradjon ki az Isten és az embertárs szeretete, különben következetlen a szülő gyermeknevelése, ha kihagyná a nevelésből népet az Isten és a felhatárt szeretni. Vállalják a szülők ezt a kötelességet. Kérdezem a keresztszülőket, hogy készen állnak-e arra, hogy támogassák a keresztelendő gyermek szüleit, imént vállal a kötelességük teljesítésében. A keresztszülőségnek most így válunk meg az értelme, kereszt szülők egyetértésével részt vállal. Van a kereszt szülőségnek egy lapos polgári felfogása, miszerint a kereszt szülő nem feledkezik el kereszt gyermekének születés és névnapjáról. Elvisz hagyizni, kirándulni ide-oda, az mind szép, ez kellett, na de 2023. április 16-ától a kereszt gyermekünk születés tartsák, meg emlékezzenek meg róla, ahogyan készülnek arra, hogy a gyermek születés napját megtartsák.
Nagy örömmel fogad titeket a keresztény közösség, amelyet az itt egybegyűltek jelképeznek, ennek a közösségnek a nevében most megjelölnek titeket a kereszt jelével, amely jele mindazoknak, akik Jézus Krisztus Urunknak és megváltójuknak vallják. A szülők és a keresztszülők keresztet szintén rajzoljanak a gyermek homlokára, ezzel tesszük láthatóvá, hogy befogadjuk őket az egyház közösségébe. Most pedig meghallgatjuk a keresztény örömhírét, amelyre álljanak fel a padban lévő családtagok is. Tessék el! Az Úr legyen veled! Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Isten! Miután keresztelő János megkezdte működését, eljön Jézus a galileai Názáretből, és megkereszteltette magát Jánossal a Jordánban. Amikor feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a vélet alapkénében rászáll. Szózat is hallatszott az égből, te vagy az én szeretett fiam, benned felvitt kedvem. Ezek az evangélium igényi. Áldunk téged, Krisztus! A padban lévő családtagok foglalják el a helyüket, s vegyünk fontolóra ennek a rövid evangéliumi részletnek a kisztenvalóját, a keresztelő gyermekek szemszögéből. Azt hallottuk, hogy a mennyei Atya szeretett vallomásában részesítette Jézus Krisztus akkor, amikor ő megkezdte küldetésének teljesítését. Emberi szempontból nem látta előre, hogyan fogják fogadni a kortársak, mondani valójával mit fognak kezdeni, hogyan fogják legnemesebb szándékát kiforgatni. Ezért mire volt szüksége? Hogy a mennyei Atya mellette tett szeretet vallomásában kapaszkodjon meg, hagyja, hogy ezt hordozza egész földi életében. Hogyan kapcsolódik a mennyei Atya Jézusnak tett szeretet vallomása ehhez a keresztelőhöz, a keresztelendő gyermekeknek, éppen a keresztség szentsége közvetíti a mennyei Atya szeretet vallomását, amely feltétel nélküli, töretlen, nem lehet elnyűlni, nem csökken, éppen ezért alkalmas arra, hogy egy egész emberi életet rá tudjuk építeni. Isten minden ember életében jelen van, úgy, mint az élet megadott. Még annak az embernek az életében is hatékony jelenlétű az Isten, aki az ő valóságát próbálja leküzdeni, letagadni. De Isten nincs minden ember életében úgy jelen, mint mennyei Atya, csak a megkeresztelt ember életében. A gyerekek számára ez az az állapot változás, amelyet a keresztény szentsége a lelkünkbe hord. Miszerint a mindenerő teremtő és felülmúló transzcendens Isten egészen közelivé válik számukra. Mennyei atyukká lesz, ők pedig gyermekeiké lesznek. Ahányszor a gyermek bőrbe lesz, és úgy bőrbe tartják, mint most, akkor ezzel a gyermek számára a mennyei Atya szeretet vallomását közvetítik. Éppen azáltal az érzés által, amit a gyermek ölben tartása jelent, épp úgy a gyermeknek, mint az édesanyának, vagy az édesapának, s meg mindenki másnak, aki a gyermeket ölbe veszi. Tehát ez a megkeresztelt gyermek, a megkeresztelt ember és Isten közösségének felülmúlhatatlan jelképe. Gyakran gondoljanak el, amikor a gyermeket ölben tartják. Testvérei, könyörögve kérjük Krisztus Urunkat, hogy árassza irgalmát a keresztelendő gyermekekre, szüleikre, keresztszüleikre és minden megkeresztelt emberre. A kéréseinkre a közös feleletünk úgy hangozzon, hogy kérünk téged, hallgass meg minket, mondjuk egy szívvel, egy lélekkel. Add, Urunk, hogy ezek a gyermekek vízből és szentlélekből újjászülessenek az örök életre. Kérünk téged, hallgass meg minket.
add, hogy szent egyházadnak élő tagjai legyenek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy Isten és embertársaikat szeressék úgy, ahogyan te tanítottál minket erre. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy minden tanítványod mindig megmaradjon a hit és a szeretet egységében. Kérünk téged, hallgass meg minket. Most pedig a keresztelendő gyermeket és a magunk számára kérjük Isten szentjeinek közben járását. A szentek azok az emberek, akik életüket hitben élték és elérték hitük célját, az üdvösséget. Nem voltak hibátlanok, de hibáik ellen folyton tartóan küzdöttek, Isten segítő kegyelmét felhasználva. Amikor a szentek nevén segítségül hívom, a feleletünk az lesz, hogy gyönyörök értünk. Szentséges Szűz Mária, Isten anyja, gyönyörök értünk. Keresztelő Szent János, gyönyörök értünk. Szent József, gyönyörök értünk. Szent Péter és Pál apostol, gyönyörök értünk. Istennek minden szentjei, gyönyörök értünk. Mindenható Örök Isten, te azért küldted fiadat te világba, hogy kiszabadítson minket a sátánnak, a gonosz életnek hatalmából, kimentsen a sötétség birodalmából, és helyet adjon nekünk a te világosságod csodálatos országában. Könyörögve kérünk, szabadítsd meg ezeket a gyermekeket az átverő bűntől, és engedd, hogy a Szentlélek lakozzon bennünk, Krisztus, a ami üdvözítőknek az ereje, ennek jeléjül megszenvedt titeket az üdvösség olajával, Krisztusban, a mi Urunkban, aki él és uralkodik, mindörökkön örökké. Amen. A keresztelés előtt a keresztelendők olajával illetem a gyermekek homlokát, amely jelképezi, hogy részesülnek Isten megerősítő és megtisztító kegyelmét. Szülessenek és gyermekeid legyenek Krisztus a mi Urunk által. Kedves szülők és keresztszülők, a gyermeknek, akit az egyház színe elé hoztatok, Isten jósága, új kegyelmi életet a vízből és szentlélekből. Neveljétek őt szent hitünk tanítása szerint. Féltő gonddal ügyeljetek arra, hogy az isteni élet napról napra növekedjen benne, és azt a bűn soha meg ne fertőzze. Reméljük, hogy hitbeli meggyőződésetek hozott igen titeket, és így készítettek vállalatát, gyermeketek megkeresztelésével járó kötelességeket. Mi pedig, akik már megkeresztelkedtünk, tegyünk tanúságot hitünkről Jézus Krisztusban. Ez az egyház hite, és ebben a hitben keresztelünk a gyermekeket. A keresztség a hitnek a szentsége, ami többek között azt jelenti, hogy senkit nem lehet megkeresztelni, anélkül, hogy előzőleg ne tenne hitvallást. A gyermekeknek azonban életkoruknál fogva saját hitük még nem lehet. Éppen ezért szüleik és keresztszüleik hite helyettesíti az ő hitüket mindaddig, amíg majd nem lesznek nagykorúban és nem felelősséget vállalni. Mielőtt letennénk a hitvallást, előtte elutasítjuk a gonosz és annak szomorú világát. A gonosz nem mesebeli figura, hanem tisztán szellemi teremtő, aki megkeseredésében, Isten mindig az ember lelkében és a világban lerontani törekszik, és ennek érdekében minden lehetőséget megragad. Képtelen elismerni, hogy Jézus Krisztus küldetésében, feltámadásában már ő legyőzhetett,
nem látja be, ezért nyughatatlanul mindig keresi az alkalmat arra, hogy az ember az Istentől elszakítsa. Na de az Istentől elszakított ember és élete nem talál rá a boldogságra. Erre mondatok el a Sátánnak, és minden cselekedetének, és minden csábításának. Ezzel elutasítottuk magunktól a gonosz és annak szomorú világát, hogy felszabadult lélekkel meg tudjuk vallani hitünket a Szent Háromság egy Istenben úgy, ahogyan ez a hitvallás a második század derekán Róma városában létrejött, és azóta minden keresztelési szertartásnak lényegi részét alkotja. Hiszek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében? Hiszek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de föltámadt a halálból és ül az Atyának jobbján? Hiszek-e a Szentlélekben, a katolikus anyaszentek házban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test feltámadásában és az örök életben? Ez a mi hitünk, ez az anyaszentek ház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Kérdezem a szülőket és a keresztszülőket, akarják-e, hogy gyermekük elnyerje a keresztséget az egyház hitében, amelyet az imént most mindnyájan megvallunk? Akarjuk. Ennek a szakarásnak a jelentőségével valamelyet akkor leszünk tisztában, ha emlékezetünkbe idézzük azt, hogy az üdvözítő Jézus tanítványainak adta a megbízatást, hogy mindenkit kereszteljenek meg. Miért? Mert az üdvösséget mi nem örökölhetjük felmenőinktől, hanem kérjük az Úr Istentől, s mivel ez a kérés az ő akaratával mindenben egybevág, ezért meg is adja nekünk az, amit kérünk. Vanda Mária, én téged megkeresztellek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Megtisztít a bárány vére, boldog, aki megmossa benne köntösét. Lilien Erzsébet, én téged megkeresztellek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Megtisztít a bárány vére, boldog, aki megmossa bennünket. A mi Úrunk Jézus Krisztus Atya megszabadított titeket a bűnből. Vízből és Szentlélekből új életet ajándékozott nektek, most pedig felvett titeket az üdvösség olajával, Krisztusban, a mi Urunkban, aki főpapunk, prófétánk és királyunk, hogy így elnyerjétek az örök életet. A keresztelés után illatos olajjal, krizmával kenem meg a gyermekek homlokát, amellyel kifejezzük azt, hogy a keresztségben fölkentetté, azaz krisztusiakká keresztények élet.
Vanda Mária. És Krisztus zöldöt éget magadoknak. Ez a lófehér ruha legyen keresztény méltóságotok jele, hozzátartozóitok szava és példája pedig támogasson titeket, hogy ezt a méltóságot tisztán megőrizzétek az örök életre. A feltámadt Krisztus jelképező húsvéti gyertyához gyújtom meg a keresztelési gyertyákat. Ezzel fejezzük ki azt, hogy ugyanannak az együttműködő Jézus Krisztus a világossága felragadott a most megkeresztelt gyermekkel kézben. A gyermek szimbolizálja a megkeresztelt gyermek, a későbbi megkeresztelt felnőttnek a küldetését ebben a világban. Ahogyan a gyermek világosságot és merességet válasz, közben önmagát emészti, de nem hiába valóban. Ugyanígy a megkeresztelt ember Krisztushoz tartozásának világosságát és melegségét árasztja mindenkire. S egy olyan világban, amelyben az érzelmi elhidegüléstől oly sokan szenvednek és nyomorognak, szükség van arra, hogy Krisztus világossága és melegsége eltöltse az emberek. Kedves szülők és keresztszülők, rátok van bízva a hit és a kegyelem fénye, amelyet ez a gyertyalány jelvényez. Óvjátok gondosan, hogy gyermeket, akire ma ráragadott Krisztus világossága, szüntelenül a világosság fiaként járja az élet útját. Maradjon álhatatos a hitben, amikor pedig az Úr eljön, elébe járulhasson minden szenttel együtt a mennyei hazában. A gyermekek megkeresztelése után tartsuk szem előtt, hogy milyen hitbeli karrier vár rájuk, mert ilyen is létezik. Amikor eljön első áldozások ideje, részesülnek Krisztus áldozati lakomájában, a vérmáltozásukból eljön a Szentlélek ajándékainak teljességét. Mind a tény, ami nem részesülnek egy tény máshol beavatott szentségben, odahaza szüleikkel, rokonaikkal együtt ismerhetik meg, Isten utánozhatatlan szépségű világát és az ő igazságát. A Szent Keresztségben mi is mindannyian Isten fogadott gyermekei lettünk, ezért felállva imádkozzunk úgy, ahogyan Krisztus tanított bennünket imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mit éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minden kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Úr legyen veletek. Urunk, a mindenható Isten, az élet és a szeretet szerzője, aki az anyák szívébe oltotta a gyermek iránti szeretetet, áldja meg a most megkeresztelt gyermekek édesanyjai, hogy amint hálát adnak most gyermekük születéséért, rejjék örömüket gyermekük fejlődésében, jóságában és szeretetében. Isten minden atyaság forrása és példaképe. Segítse jóságosan e gyermekek édesapjai is, hogy életük vonzó példavadásával és szép szavukkal elvezessék gyermeküket a keresztény nagyvonságra. Isten, akinek szeretete minden emberre kiáll, tekintsen be hegyesen az itt egyedül családtagokra és mindnyájukra. Óvjon bennünket a rosszól, és ajándékozzon nekünk jólétet és békességet. Így áldjon ő is, szent életetek további útján vezessen a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A keresztelési szertartás véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Amíg meg nem szittad a hagyó rajta, és az emlék a vért találunk.
Előbb be kell kötni. Jó. Azt szeretném mondani, hogyha felnőtt leszel és összenézed, tehát hogy anya meg apa mindig szeret. Ugyanezt szeretnék mondani, és ügyesen az életbe is vigyázz magadra. Szeretünk.